Három házban is kár keletkezett egy hajnali tűzben Biatorbányon. A lángok egy műhelyben csaptak fel hajnalban. Az épület, illetve a benne lévő autók teljesen kiégtek, a tűz pedig átterjedt a családi házra is, amelynek a teteje beomlott. A családnak nem volt biztosítása, most barátok segítenek nekik a romeltakarításban, illetve a ház lakhatóvá tételében. Elszenesedett gerendák, kiégett autó. Itt a műhelyben keletkezett a tűz hajnali 1 óra körül. A ház tulajdonosa nem akart nyilatkozni. Kamerán kívül arról beszélt stábunknak, hogy tegnap kora délután még dolgoztak egy barátjával. Annak autóját javították. Ez az a kocsi. A radiátor a tűz előtt a padláson volt. A födén teljesen megsemmisült, a radiátor pedig az autón kötött ki. Egy másik autó is teljesen kiégett, egy harmadikban pedig szintén kárt tettek a lángok. A tűz átterjedt a család lakóházára is, amelyben 4-en voltak éjszaka. Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban. A ház teteje azonban gyakorlatilag megsemmisült, teljesen le kell bontani. A lángok egyébként 2 szomszédos épületben is kárt tettek. Tűzvizsgálatot indított a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Összesen 7 egység volt kint a helyszínen. A Pest megyei tűzoltók tehát nagy erőkkel vonultak ki a káreset helyszínére. 1 óra 13 perckor érkezett egyébként a jelzés, miszerint Biatorbányon egy kb. 60 négyzetméteres műhelyben felcsaptak a lángok. Ott jártunk, a házban lakó férfi barátai is mind ott voltak és segítettek a romok eltakarításában. A tetőt egyelőre fóliával szigetelik, hogy a ház ne ázzon be még jobban. Azt nem tudni, hogy mikor költözhetnek vissza az épületbe. A felújítást valószínűleg saját erőből kell majd megoldaniuk, a családnak ugyanis nem volt biztosítása.